Egy üvegolajat szeretnék. Sajnos nem tudunk adni. Mióta? Hiányzik. Egy hónapot szaggatott a szállításunk. És mi az ok? Ezt nem tudom sajnos megmondani. Minden nap várjuk az olajat, úgyhogy van olyan hét, mikor háromszor is fogunk kapni 10-20 kartonokat, de addig tart, még kitesszük. Azonnal elfogy. És mit tudnak adni? Nem egy-kettőt visszavásárló, hanem kosárszámra hordja. És mit tudnak adni helyet? Sajnos csak zsírt, házi zsírt, csomagolt zsírt, poharas zsírt. Abból van megfelelő? Abból van bőséges mennyiség. Mióta vannak olajellátási gondok? Hát körülbelül egy hónapja. Ami azt jelenti, hogy kapunk hetente 2-3-2 kartonnal 40-60 darabot, de az pillanatok alatt el, hogy ahogy megkapjuk, kihozzuk, rögtön el is fogy. Mivel látja a gondokat? Miért fogy el az? Hát egy az, hogy ami hiányzik, legalábbis úgy van a közhiedemben, hogy hiányzik, abban a pillanatban fölvásárolják. Mert ha mindenki csak annyit vásárolna, hogy egy vagy két flakonnal, ami kell, akkor nem lenne gond. De amikor kirakjuk, akkor pillanatok alatt 4-5-öt visznek. Egy személy. Ez állandóan visszatérő probléma, vagy most egy? Igen, igen, ez végén, mert minden évben ilyen időszakban van ez a hiányzik. Most lehet, hogy az miatt, hogy hát még az új nincs forgalomba, vagy hát a külföldiek fölvásárolja. Mikor kaptak utoljára olajat? Hát elég régen kaptunk már. Mi a gond? A fűszért nem szállít? Nem, a fűszért azt szállítanak, csak hát nincs miből szállítson valószínűleg sem. Akármennyiszor kértünk, még mindig kaptunk. Mikor? Mennyi volt az utolsó mennyiség, amit hoztam? Nagyon kevés volt. 3 vagy 5 karton, nem tudom pontosan, de hát az talán egy fél délután tartott. Ígéretet kaptak rá, hogy kapnak? Hát a fűszért mindig azt mondja, ha kap, akkor mi is kapunk.